Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! A mai adásban Barti Tihamirral fogok beszélgetni Hargita megye tanácsának új alelnökével. Tartsanak velünk! Egy igazgatói tisztséget töltöttem el, ugyebár a megyei postahivatalról azért kell tudni, mivel hogy minden településen vannak kihelyezett pontjaink, ugyebár postások vannak minden településen, minden községben, ezért nagyon sok panasz vagy észrevétel az alkalmazottakon keresztül, azon a közel 400 emberen keresztül megérkezett a megyei szinten is hozzám is, illetve miután a megyei tanácsosi tisztséget elvállaltam, utána fogadóórákat tartottam Gyergyószentmiklóson, és olyan problémákkal jelentkeztek lakók, amelyeknek nagy része jelenleg nem a megyei tanács hatáskörébe tartoznak. És akkor azt mondtam, hogy a megyei tanács ezt kell segítse, tehát a lakók érdekében van itt, és független attól, hogy nem a megyei tanács hatáskörébe tartozik egy bizonyos feladatkör megoldása, vagy egy probléma orvoslása, tud segíteni a lakóknak, hogy ez a probléma megoldódjon. És a Borbély elnök úr által kiépített, a múlt mandátumban elindított kihelyezett irodák kérdéskörét, vagy hatáskörét kellene felerősíteni véleményem szerint, hiszen a Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, Keresztúron és Székelyudvarhelyen levő irodák, azok az irodák, ahova a lakók bejönnek a panaszaikkal, problémáikkal, és ezekre keresnek megoldást, mint ahogy jeleztem, független attól, hogy nem a megyei tanácshoz tartozik. Ekkor azt mondtam, hogy abból kifolyólag, hogy megyei tisztségeket töltöttem be az elmúlt években, és ismerem a megyei dekoncentrált intézmények vezetőinek nagy részét, egy olyan kapcsolatrendszert kellene kiépíteni, illetve protokollumot a megyei tanács intézménye és ezen kihelyezett megyei intézmények között, amelynek következtében megkönnyítsük a lakóknak a probléma megoldását. Nem felvállaljuk, hanem megkönnyítsük azáltal, hogy fogalmaztam, ebbe a bürokratikus labirintusba eligazítsuk a megfelelő intézményhez, és a két intézmény közötti protokollumból adódóan megpróbáljuk megoldani a problémát rövid időn belül. Én, mivel hogy ezt az elképzelésemet elmondtam az elnök úrnak is, és az elnök úr támogatta, ezért ez is a hatásköreim közé tartozott. Természetesen rengeteg tervvel jöttem a megyei tanácshoz, és úgy látom, hogy egy olyan munkaközösség van, akivel nagyon jó, és az elkövetkező szóban nagyon remélem gyümölcsöző együttműködést fogunk tudni elindítani megyei szinten, és remélem ez sikerülni is fog. Említette ezeket a kihelyezett irodákat, amelyek vannak a megye több városában. Arra gondol, hogy teszem azt, hogyha valaki el akar intézni egy papírt, le kell adni a munkaügyre, vagy egy nyomtatványt kell kivenni a biztosítópénztártó, vagy bármi hasonló, hogy akkor azt olyan kapcsolatokat kiépíteni, hogy ezt tudja akár ott is elintézni? Igen, tehát én úgy képzelem, hogy az egy előny a megye szempontjából, hogy a megyei tanács úgy gondolkozott, hogy kihelyezett irodákat épít ki. Amennyiben ezeket helyesen tudjuk működtetni, és a helyes működtetés alatt azt értem, hogy a polgármesterekkel való kapcsolattartáson kívül, ami most is folyik, ha az intézményeknek, ezeknek az intézményeknek, amelyeknek úgymond a kezük kvázi kötött azáltal, hogy bukaresti koordinálás alatt vannak, ezeknek megadjuk a lehetőséget akár például fogadóra tartására is egy irodába. Most mondhatnám képletesen, nem egy vendéglőbe kell találkozzon az ellenőrző szerv az illető vállalkozóval például, hanem megvan egy iroda. Irodai körülmények között tudja fogadni, meg tudja hívni, és el tudnak beszélni egy probléma megoldása kapcsán, akkor ez lehetőséget kell biztosítson erre is. De ezen kívül jönnek olyan problémákkal, és jöttek olyan problémákkal, például a Gyergyószentmiklós irodához is, mikor fogadórát tartottam, hogy az egészségügyi biztosító pénztártól egy igazolványra lenne szükség, hogy a külföldi biztosítás legyen úgymond bemutatható, és ezzel kapcsolatban is voltak a vezérigazgatóról egyeztetések, az elnök úrral, a biztosítóház elnökével, és nyitottság volt, hogy ilyenben is lehessen segítséget nyújtani. De szerintem nagyon sokrétű lehet a segítségnyújtás, hiszen az emberek nagy többsége nem tudja sok esetben, hogy melyik intézmény tudja a megfelelő megoldást nyújtani az ő problémájába. Azon kívül pedig mi tagadás van egy
távolsági kérdés is, ami anyagi problémát von maga után. Na most egy tölgyesi idős bácsi, ha be kell jöjjön Csíkszeredába valamit elintézzen, akkor lehet délre beér, és még nem is jut sorra délutánig, illetve nem lesz mivel hazamenjen. Tehát van egy ilyen probléma, vagy netalántán egy etédi úriember. Ezért sokkal egyszerűbb, hogyha a Marosvári irodát keresi meg, és elmondja, hogy mi a panasza, az ottani kollega pedig továbbítja ez a protokollum alapján az intézményhez, vagy az etédi úriember bemegy a székelykeresztúri irodához, és ezáltal a problémáját, probléma megoldását elindítsuk. Én remélem, ezt fel tudjuk gyorsítani. Voltak már egyeztetéseim a prefektusúrral is ebben a kérdésben. A héten átiratban is fordultam a prefektusúrhoz, hogy ebbe a kérdésbe segítsen, tudjunk együtt dolgozni, hiszen ezeknek a dekoncentrált intézményeknek, ahogy nevezzük, a vezetőjük megyei szinten alkotmány szerint az a prefektus. Hargita megye tanácsának a vezetősége a legfiatalabb Romániában. Előnye ez vagy hátrány? Előnye olyan szempontból, hogy értik egymást jobban, esetleg, hogy ugyanahhoz a korosztályhoz tartoznak, mit tud erről mondani? Én azt mondom, hogy mindenképp előnyként kell ezt elkönyvelni, hogy Romániában a legfiatalabb megyei tanácsvezetés itt van Hargita megyébe. Én azt hiszem, hogy egy lendületes, jól együttműködő csapat alakult most ki, és azt gondolom, hogy ez segíteni fog ahhoz, hogy több olyan kérdéssel foglalkozzunk, amelyek reális problémái megye lakóinak. Most a kór úgy önmagában nem jelent ugyebár nagy előnyt sok esetben, ugyebár ezt szokás mondani. Szükség van azokra a kollégákra, akik a megyei tanácson belül több ideje fejtenek ki tevékenységet, úgymond idősebb korosztályra, hiszen az a tapasztalat, amit ők is felhalmoztak az elmúlt években azokon a szakterületeken, amelyeken dolgoznak most is, arra nagy szükség van. Tehát valójában a fiatal vezetés és a kollégák csapatmunkája kell adja azt az egészséges egyensúlyt, aminek értelmében a megye fejlődni tud továbbra is. Alelnökként milyen feladatokat, terveket kapott az elnök úrtól? Valójában az elnök úr adja át a hatásköröket, ugyebár az alelnököknek, tehát így van a törvény. Az elnök úr két vezérigazgatóságnak a vezetését adta át nekem. Ez a, amint jeleztem az elején, a közigazgatási osztály, tehát ezek az irodák, annak az a része, amelyik ezeket az irodákat koordinálja, tehát a kihelyezett irodákat, amelyekről beszéltem, azokról, hogy milyen elképzeléseim vannak nagy vonalakban, legalábbis a kezdetben elmondtam, hogy mire gondolok. És ezen kívül pedig van egy másik elég nagy súllyal rendelkező, nagy súllyal bíró igazgatóság megyei szinten, és ez pedig a beruházási igazgatóság. Hát minden olyan beruházás, amelyet a megyei tanács indít el, amelyben a megyei tanács benne van, elindított, vagy benne lesz, ezek mind ehhez az igazgatósághoz tartoznak, és ez bizony egy nagyon nagy felelősséget jelent, és remélem, hogy kellőképpen tudom állni a sarat az elkövetkező időszakban. Ezen kívül vannak munkacsoportok is, vannak uniós projektjeink, amelyeket le kell vezessünk, és itt környezetvédelmi projektekkel kapcsolatosan van két pályázatunk, annak is a koordinálása az én hatáskörömben van, illetve van egy nagy projekt, ez a hulladéklerakós projektje, az integrált hulladéklerakós projektje Hargita megyének, amelynek a koordinálása szintén az én hatáskörömben van. Kicsit vegyük sorra, például kezdjük a hulladéktárolóval. Mit kell tudni róla, meddig készül el, illetve hogy ez egyáltalán hogy van elképzelve, hogy a megye teljes lakossága ehhez fog tartozni? Tehát magyarán egy cég fogja begyűjteni, tárolni, stb. A hulladékot? Jó, akkor kezdjük az elejétől. Tehát a projekt jelenlegi fázisa az a következőképpen néz ki. Tehát közbeszerzési eljárások el vannak indítva, több részre van felosztva ez a projekt, ez egy 46 millió euró körüli projektről beszélünk, több fázisra, több munkafázisra van felosztva, illetve több beruházási része van. Van egy része, amelyik a jelenlegi szeméttározók bezárását foglalja magában, tehát maga a projekt Európai Uniós pénzekből arra is van lehetőség, hogy bezárjuk a meglévő szemétlerakókat. Ez egy pályázat, ez egy közbeszerzés, amelynek az elbírálási folyamata most zajlik, tehát ki volt írva, lejárt a leadási határidő, és az elbírálás alatt van.
Van egy másik része, amely a szemét átrakó állomások építéséről szól. Ez is elbírálás alatt van, tehát ez is abban a fázisban van. Illetve, ami a lakosságot érinti, van egy kommunikációs része, az is elbírálás alatt van, tehát az is már előre haladott állapotban van. Illetve van egy másik része, amelyik magának a szeméttározónak a megépítése, az új szeméttározó megépítése, ami Gyergyó Remetén lesz, annak ki van írva a közbeszerzése, annak még nem járt le a leadási határideje, az következik, úgymond, hogy majd miután lejár a határidő, utána elbírálás, és utána szerződés kötés, annak függően természetesen, hogy milyen óvások lesznek a folyamat ideje alatt. Ezen kívül pedig azt kell tudni, mikor ezek megvannak, lesz még egy másik közbeszerzés is, ami felszerelésvásárlás, tehát autók, kukák, nagy kukák, több ezer kis kuka, tehát egy komplex pályázat, ez egy teljes pályázat. Ezt a projektet pedig projekt szerint, ütemterv szerint jövő év végéig be kell fejezni. Tehát van tizen akárhány hónapunk még. Én bízom abban, hogy azok a cégek, akik jelentkeztek a közbeszerzésekre, illetve akik jelentkeznek, jó szándékkal jelentkeznek, és pedig egy megadott, egy általuk meghatározott árért meg szeretnének egy munkát csinálni, el szeretnének egy munkát végezni, és nem kerül sor arra, vagy kevés esetben kerül sor arra, én az ők jó indulatukra bízom természetesen, hogy óvásokat tegyenek le, és felebbezzék a különböző döntéseket, hiszen véleményem szerint egy átlátható, egy teljesen átlátható folyamat zajlik a megyei tanácsnál, tehát egy mindenki számára átlátható közbeszerzés folytatódott le sok esetben, és folyik jelenleg is, tehát minden információt, amit rendelkezésükre kell bocsátsunk a cégeknek, azt megtettük. Én remélem, hogy ez egy olyan projekt lesz, ami sikeres lesz megye szempontjából. Na most kérdezte azt is, hogy egy cég fogja összegyűjteni, vagy nem egy cég, ez még egy nyitott kérdést mondjam így, hiszen ez még tárgyalások függvénye, illetve ez is egy következő lépés, hogy közbeszerzés formájában, vagy hogy lesz ez a szolgáltatás kiadva, ez még nincsen lezárva ilyen szempontból részünkről. Hol lesznek bezárva a régi telepek, illetve hol lesznek az átrakók? Mert ha arra gondolok, hogy például a Gyergyó alfalviak többsége szerintem nagyon várja, hogy például a Gyergyó Szent Miklós itt bezárják, akkor szerintem sok ember kíváncsi erre, hogy hol lesznek bezárva. Minden létező jelenlegi szeméttározó, a Keresztúritól, a Székelyudvarhelyén, a Szentegyházin, a Tusnádin, a Csíkszeredain, a Balán, a Gyergyó Szent Miklós, Marosévíz, Borszék, tehát az összes ilyen szemét lerakó bezárásra kerül. Átrakók lesznek itt Csíkszeredában is, és Korondon is lesznek például átrakó állomások. Ez egy olyan, igyekszik egy olyan projekt lenni, és abból kifolyólag, hogy az Európai Uniós elfogadta magát a projektet, egy olyan integrált projekt lenne, amelyik teljes egészében a lakos ezt a problémáját Hargita megyének megoldana. Tehát olyan értelemben, hogy szelektíven lehetne hulladék gazdálkodást folytatni Hargita megyében, mert ez egy gazdálkodási részt is maga után fog vonni, ugyebár. Ezért akár két fázisról is lehet beszélni, hogyha visszatérek az előző kérdésére, hogy ki az, aki, vagy kik azok, akik a szemetet begyűjtik, úgymond cégek, nem tudom, ki az, aki magát a szemét lerakót, szemét tározót működteti. Ez is egy másik kérdés, hiszen lehet ott újrahasznosítani, ugyebár tudjuk nagyon jól, hogy a peletnek, a fémnek milyen ára van, és azt Hargita megye szempontjából fontos lenne nagyon gazdaságosan működtetni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy van arra példa, hogy akár önkormányzati tulajdonban levő vállalat lássa el ezt a feladatot, de ez még a jövő kérdése. Rátérve a többi beruházásra, az elmúlt időszakban végigjárt néhányat ezek közül. Hol járt, mit tapasztalt, mit látott, illetve mi az, amin változtatna? Igen, hát egyenlőre abból kifolyólag, hogy nemrég vagyok a Hargita megye tanácsának alelnöki tisztségében, úgy gondoltam, hogy attól függetlenül, hogy egy beruházás, ha egy folyamat része volt,
egy fejlesztési folyamat része volt, de már befejeződött, attól függetlenül én el kell menjek, és meg kell látogassam azokat a beruházásokat, elbeszélgessek a helyi vezetőkkel és lakókkal, hogy megtudjam, hogy az a beruházás milyen fejlesztéseket hozott, vont maga után, illetve megfelelő volt-e, tehát hasznos volt-e ilyen értelemben, beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket, mondjam így, vagy nem. Ezért eljártam, több beruházást megnéztem, többnyire az általunk kis víz és kis villany programnak nevezett program keretén belül elkezdett beruházásokat, illetve befejezett beruházásokat néztem meg. Ezek Oroszhegy községbe jártam, ott megnéztem a kis víz program által elindított beruházásunkat, illetve volt ott egy kis villany programunk is, ott azt is megnéztem. Azon kívül pedig eljártam Farkaslakára, ott Pálfalván lesz egy beruházásunk az elkövetkezőkben, illetve eljártam Szent Ábrahám községre, ahol szintén a kisvíz projektünket megnéztem. Itt el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon jó fogadtatásban volt részem, hiszen egy reális problémát oldott meg az ottani beruházás. Mindegyik valami pluszt hozott. Itt úgy érzem, hogy egy olyan szükséglet volt, ami természetesen nagyon-nagyon fontos volt, hogy a megyei tanács meglépje. Azon kívül pedig Etét községben is voltam, ahol szintén úgy egy falu rész vízellátását oldotta meg a megyei tanács. Ezen kívül, amit mondtam, tapasztalatként annyit elmondhatok, hogy a kisvíz és kisvillany program keretén belül inkább azt látnám megoldásnak az elkövetkező időszakban, hogy minél több lakóshoz úgymond elérjünk ezzel a kérdéssel, hogy a tavaly elindított kaláka rendszer keretén belül, vagy annak folytatásaként kellene ezeket a beruházásokat is elindítsuk. Ez alatt értsék azt, hogy mi nem a munkálatot effektív végezzük el, tehát nem az van, hogy mi kimegyünk, közbeszereztetünk mindent, és elvégezzük a munkálatot teljesen, hanem azt várjuk el, hogyha igény van és hajlandóság az önkormányzat részéről, hogy mi az anyagszükségletet megvásároljuk, tehát ami anyag szükséges a kisvíz esetében, a csőrendszer, ami szükséges ehhez, csaprendszer, stb. Illetve a kis villany program esetében azok a kábelek, transformátorok, ami szükséges ahhoz, hogy működőképessé lehessen tenni egy ilyen rendszert, azt mi megvásárolnánk. Az önkormányzat, a helyi közösség pedig úgymond kaláka szerűen megoldja azt a részét, ami a beruházás része, ami a munka elvégzése. Mondjuk azt például Borzont esetében, hiszen ott szeretnénk ugyanezt elkezdeni, ahol villamosításra van szükség, ott is több kilométer kábelt meg fogunk vásárolni, transformátorokat, stb., és a helyiek fogják kiásni a nyomvonalát a kábelnek, hiszen úgy tartjuk jónak, hogy most már a villamossági részt is, ahol egyszer lehet, ott föld alatt vigyük, és ne Poznákon. Na most ugyanilyen igények vannak Udvarhely környékéről is igények, a kisvíz programban is ugyanezt szeretnénk, és remélem, hogy az elkövetkező időszakban lesznek ilyen igények. Eddig ezeket a beruházásokat tudtam megnézni, a következő időszakban pedig meg szeretnénk nézni még egy néhány villamosítási projektet, hiszen befejeztünk Libánba is, Hodoson, Gyergyó Hodoson is befejeztünk, Sikasszon, ugyebár egy villamosítási folyamatot, és meg szeretném azokat is nézni. Illetve még eljártam Korondra is, ott egy olyan részt villamosítottunk a faluba, amely nem volt ellátva villannyal, de azóta a helyiekkel beszélgetve és kimenve a helyszínre lehetett tapasztalni azt, hogy fejlesztések indultak be, hiszen akkor már a lakó is azt látta, hogy itt érdemes itt maradni, mondjam így, azon a tanyarészen, ne talántan ebbe az esetbe, és érdemes beruházni, például fejőgépeket vettek, amihez ugyebár szükséges ez a fajta segítség is, vagy a kutakból a vizet hidroforral ugyebár megoldják, de nem mindegy, hogy mibe kerül ez. Tehát mindenképp egy előnyt jelent ez ilyen szempontból a helyi közösség számára. Befejezésként röviden beszélünk néhány szót arról is, hogy hogyan kíván együttműködni a polgármesterekkel, önkormányzatokkal. Egyáltalán hogy működik egy ilyen kapcsolat? Telefonon, e-mailen, baráti, formális, hogy működik? Én gondolom, mindenféle kapcsolat működik Hargita megyében a polgármesterek és a megyei tanács között.
egy nagyon intenzív kommunikálás folyik, jelen pillanatban is a megyei tanács és az önkormányzatok között. Én személy szerint a polgármestereknek nagy részét ismerem, és szeretnék egy nagyon jó kapcsolatot képíteni mindenkivel, azokkal is, akiket még nem volt alkalmam jól megismerni, úgymond. Azt hiszem, hogy azok a vezetők, akik helyi szinten elnyerték a választók bizalmát, azok azért nyerték el a választók bizalmát, mert vagy olyan programmal álltak elő a választók elé, ami felvállalható volt a választók szempontjából, vagy már bizonyítottak. Harita megye szempontjából elég sok esetben bizonyítottak a polgármestereink. Ez számomra egy nagyon konkrét jelzés, ugyebár. És az, hogy a megyei önkormányzat segíti, együttműködik, kommunikál a polgármesterekkel, az szerintem egy nagyon normális lépés, és azt szeretném természetesen én is minél intenzívebbé tenni. Természetesen kapcsolatban leszek velük a kihelyezett irodánkon is, irodáinkon keresztül is kapcsolatban vagyok, és leszek az önkormányzati képviselőkkel és polgármesterekkel, illetve a beruházásokból adódóan is, hiszen a beruházások azok nem a megyei tanács épületébe történnek, ugyebár, hanem valamelyik önkormányzat területén, adminisztratív területén, és ez azt az önkormányzatot gazdagítja, mondhatnám így is. Én remélem, hogy ezzel a Kaláka programmal, amit elindítottunk, tudunk még több fejlesztést bevinni, és ezek a közvagyonok, amik közvagyonnál váló beruházások, akár azáltal, hogy Kaláka rendszerben lesznek, ilyen közkincs formájában lesznek érzékelhetőek a lakók által, azáltal, hogy ők is besegítenek egy beruházás elvégzésében. Tehát én úgy gondolom, hogy a polgármesterekkel egy nagyon jó kapcsolatot fogok tudni képíteni, és részemről természetesen megvan a teljes nyitottság. Most a technológia megengedi, bármilyen formában lehet kommunikálni. Az én ajtóm nyitott minden polgármester előtt, és remélem, hogy az ők ajtóik is nyitott előttem. Én természetesen mindegyiket meg fogunk keresni. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is a meghívást. Ez volt a mai aktuális. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra a jövő héten.